Tehát először gratulálok neked, mert ha nézed ezt a videót, akkor elmondom neked, hogy elkezdtem ezt a videósorozatot, amely arról szól, hogy hogyan építs üzletet magadnak. A nevem Kantár Szilárd, és a Szil Kantár hashtaget használom. Tehát, hogyha meg akarod találni a közeljövőben a videójaimat, vagy amelyiket már készítettem, akkor a Szil Kantár hashtag alatt tudod majd elkészíteni. Lehet bármilyen típusú az üzleted, de mi most azokat az alapokat a network marketingből fogjuk kivenni, vagyis a hálózati marketingből, és ezeket próbáljuk majd megtanulni, leakni, jó? A siker bárkit elérhet, akit tesz is érte, a network marketing viszont nem a legjobb üzlet a világon, de Eric Worre szerint, csak ahogy ő mondja, valamivel jobb, mint a többi üzleti lehetőség. Tehát nem a legjobb üzlet a világon, csak valamivel jobb, mint a többi. Az első kérdésem is rögtön ehhez vonatkozik. Mi a dolgod bármilyen üzletben, hogy sikeres légy? Tehát ezen gondolkodjál egy picit, esetleg írd le ide a videó alá, hogy mi a dolgod, mi a te legnagyobb munkád, vagy dolgod, hogy bármilyen üzletben sikeres lehess. Szóval, hogyha leírtad, vagy nem írtad le, megnézem majd a videó alatt, és esetleg tudunk róla majd beszélni, de szerintem az, hogy megtaláld a megfelelő embereket, akik szintén az üzletet szeretnék építeni. Tehát ahhoz, hogy te sikeres legyél egy üzletben, akkor arra emberekre van szükséged, olyan társakra, akik szintén üzletet szeretnének építeni, vagy eladni akarnak. Legyen az akár szolgáltatás, vagy legyen bármilyen termék. Ha ez nem történik meg az üzletben, tehát ha nincs eladás az üzletben, akkor valójában az üzlet az nem működik, annak az nem él. Jó? Tehát vagy szolgáltatást, vagy terméket kell mindig eladni, és ezeket az embereket kell megtalálni. Szerinted mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz bármilyen vállalkozás? Igazából minden vállalkozás nehéz az elején, ha nincs meg a megfelelő tudásod. Ezért bukik meg a vállalkozások 95%-a 10 éven belül. Tehát ahhoz, hogy te vállalkozás, ez a vállalkozás kitartson és sikeres legyen, ahhoz neked tudást kell szerezned, meg kell szerezned, rögtön elejétől tudást kell szerezned. A tudást csak gyakorlással szerzi meg az ember, ha nem gyakorolsz, nincs ismétlések sorozata, akkor nem tanulod meg azt, amit meg kéne tanulnod. Ugyanúgy vonatkozik erre az üzletben, vagy bármilyen üzlet lehetőségre. Élvezni kell azt, amit csinálsz. Tervezd meg, hogyan fogod végrehajtani azt, amit csinálsz, és amikor megtervezted, és tényleg örömmel vagy élvezettel csinálod, akkor tanítsd meg másokkal is azt. Igazából akkor tanulod meg a legjobban, amikor másokkal is elkezded tanítani. Akár ezt a videósorozatot is megoszthatod bárkivel, mert ez is egy, vagy megtaníthatod bárkivel, mert igazából ez is a legjobb tudást adja neked, ez a kurzus, amit én is Eric Worre-tól tanultam, egy milliómostól valójában, aki pont ezzel a hálózati marketinggel érte el a vagyonát. Most én a saját történetemet mondanám el, hogy én nekem hogyan sikerült belépnem a network marketing vállalkozásba. Igazából sporteszközök és táborok weboldalain vannak, ilyen sporttáborok weboldalain vannak, de hiányoztak az egészséges életmód termékek a repertoárból a koronavírus ideje alatt, és úgy tartottam, hogy magamnak és a környezetemnek is szükségre lehet ilyen egészséges életmód termékekre, hogy fitten tartsuk magunkat. Vagy fitten tartsam magamat. Előtte már nagyon sokat tanultam én az MLM-ről, ami MLM multilevel marketing, amit szintén a network marketingnek neveznek, de gyakorlatban még igazából soha nem használtam. Termékeket viszont igen, de csak saját használatra. Környezetemben is csak nagyon kevesen ismerték fel a network marketingnek a lehetőségeit, annak ellenére, hogy a termékeket szintén nagyon-nagyon sokan használják. Tehát azokat a termékeket, amelyeket én is használtam régebben, egy néhányat, azokat az emberek többsége használja itt a környezetünkben, de viszont az üzletbe nem léptek be.
A network marketingnak csak annyit fog, igazából csak annyit fogsz keresni ebben az üzletágban, amennyit a tudásod ér, vagy annyit, amennyi igazából ismereteid vannak. Tehát ezért kell mindig fejleszteni magad. De ha csak aktív vagy, akkor is tudsz haladni előre. De ha még tanulsz is közben, akkor az a növekedés a sokkal gyorsabb. Igazából a termék az sose tudja magát eladni. Tehát látod, ez a legjobb termék a világon, nem fogja tudni magát, saját magát eladni. Egyesek úgy vélekednek, hogyha nem sikerül igazából valamilyen terméket eladniuk, hogy mindenki más a hibás, csak ők nem. Tehát, hogyha nem megy a eladás, akkor a termék a hibás, a cég a hibás, mindenki más, csak ők nem. Pedig, ha elegendő lenne a tudásuk, vagy kellő lenne a tudásuk, akkor az sem jelentene problémát. De igazából a network marketingben senki nem foglalkozik, nem törődik a kifogásokkal. Az ember nem akar munkába járni, nem akarja azt a napi, vagyis a heti 5-szöri 9 órát ledolgozni a munkában, akkor muszáj többet foglalkozni. Például ilyen típusú üzlettel, mint a network marketing, ahol igazából te szabod meg a saját idődet. A legnagyobb probléma a network marketingben az, hogy mindenkinek van egy másik lehetősége is. Például ugyanez, mint amit mondtam előbb, hogy munkába menni, vagy hallgatni más emberekre, vagy valamiben, amiben esetleg ügyes az ember, akkor azt a másikat helyezi előtérbe a network marketing elő. Tehát mindenki úgy gondolja, vagy sokan úgy gondolják, hogy a munka az egy biztosabb lehetőség, mint a tudásodat fejleszteni saját magadnak és a network marketingben előre. Nem biztos, hogy ez így van. Gondoljatok csak benne, hogy mennyi cég megszűnik naponta, vagy akár egy-két éven belül. Megszűnnek, iparágak megszűnnek, és ha te pont abban az iparágban dolgoztál, akkor nem biztos, hogy az a munka az ugyanúgy olyan marad még a jövőben is, vagy egyáltalán még holnap, hogy létezni fog. Tehát elgondolkodtad azt, hogy az embernek igazából mindig tanulnia kell. Az egyetlen egy dolog az, amit én most szeretnék elsajátítani, az, hogy csak a mai nap a legjobbat adjam ki magamból. Tehát mindig azon a napon, amikor vagyok, a tőlem telhető legjobbat adjam ki magamból. Ha ez sikerül, akkor ez tényleg egy hatalmas dolog. Ha neked ez sikerül, akkor ez neked is egy hatalmas dolog. Csak a mai napon átadom a tudásomat mindenkinek. Igazából csak ezen az egy napon átadom a tudásomat mindenkinek. De ha ezt meg tudom csinálni minden nap, ezt meg tudom csinálni holnap, meg holnap után is, meg később, akkor Erik Bor szerint, meg most már magam szerint is, sikeres leszek ebbe a típusú vállalkozásba. Meg ugyanígy te is sikeres leszel ebbe a vállalkozásba. És mit jelent neked a siker? Minden egy kis lépéssel kezdődik. Mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, igazából mindegy, hogy most hol vagy, milyen helyzetben vagy, kis lépéseket kell tenned a siker felé. Tehát, ha nincsen terved, hogy hogyan csináld, ebből a kurzusból megkaphatod. Ha nincs semmi tudásod, akkor is ebből a kurzusból majd meríthetsz, jó? Ezekből a videókból majd meríthetsz tudást. Az elkövetkező videósorozat is legyen a számodra olyan, mint egy időgép, igazából, amelyik lerövidíti az időt számodra, hogy elérd azt, amit akarsz. Legyen az a network marketing vállalkozás, vagy legyen bármiféle típusú vállalkozás. Szóval kapsz tőlem egy mindennapos videókkal egy útvonalat, térképet, hogy merre indulj, és milyen úton haladj, ha vállalkozni szeretnél, főleg ha a network marketingba szeretnél vállalkozni. És ha tetszett ez a videó, akkor nyomd rá egy lájkot, válaszolj a kérdéseimre, amit mondtam neked, és találkozunk holnap ugyanebben az időpontban.